Szóval itt vannak a kis készítmények, amiket most szedek. Ez most nem azért, hogy itt, ezzel én itt verjem magam, hogy hú, ezt szedek, meg azt szedek, de semmi ide nincs. Van egy NAC, van egy magnézium glicinát, van melléje melatonin, ez van estére, alvás előtt. Van egy D-vitamin, bocsánat, ez nem az. Van egy D-vitamin, és van egy cink. Ennyi. Na most, ez csak azért akarom itt megmutogatni, mert hogy milyen különbségek vannak a különféle ilyen tabletták, és mi fenék között itt egy tányér, erre mindegyből kirakok egyet. Ez a cink. Mindjárt kicsit lejjebb teszem a kamerát, hogy jobban lássátok. Itt van mi, tehát ez itt a cink. Ja, látszik? Cink. Aztán van itt egy D-vitamin, ez egy ilyen sárga, ilyen víz üvegszerű kapszula, pici. Aztán van egy melatonin, ami szintén kapszula, csak nem ugyanaz, hanem fehér. Így. Aztán van az NAC, ami jó nagy lódarab tabletta. Gyere ki, hogy mi. Itt van. Ez az NAC. És van itt egy ilyen magnézium micinát, glicinát. Magnézium glicinát kapszula, az meg egy ilyen kapszula, tessék. Hát az. Na most, ugye, ezek mind különböző nagyságú dobozok, majdnem, mert mondjuk itt a cink és a vitamin D, az ugye mi ez? Now Foodnál azonos méretű dobozában van, de az egyikben van ez a, ahogy mutattam, van ez a kis zselés kapszula, a másikban, a cinkben pedig egy ilyen fehér tabletta van. Tessék. Na már most. Melatoninka ugye az a fehér tabletta, de ez már másik gyártó, és hát ugye ez még egy nagyon nagy lódoboz, mert nagyok a tabletták, 1000 mg-os tabletta az NAC-ből. Ez meg ugyan a dizájnja hasonló, de a neve, a mérete az teljesen más. Na. Most ez miért volt ez fontos megmutatnom nektek? Az a következő. Felfedeztem egy nagyon trükkös kis csalást, amivel itt most errefelé az ilyen kapszulárusok bepróbálkoznak, és hát valószínűleg sikeresen egy is nekik a bolt. És hát, ha még nem találták ki az otthoni kapszulárusok, akkor lehet, hogy hamarosan majd kitalálják, és akkor majd nektek is szembe kell ezzel a témával nézni. Úgyhogy hát én most meg fogom nektek mutatni, hogy mi ez. Az egésznek az eredendője az, hogy akik szeretnének egészségesebben élni, ugye azok költenek ilyen dolgokra. Most ezek ilyen amerikai márkák, ez a Solaray, meg a Now Foods, meg tudom én ez micsoda, ez egy ilyen Nature's Bounty. Ezek ilyen amerikai márkák, és hát nyilvánvalóannak megvan az ára. De a magyar márkáknak is megvan, sőt, drágább, többe kerülnek a Magyarországon forgalmazott magyar márkájú kapszula témák. Ebben én biztos vagyok. Hát majd legalábbis akkor, amit én látok interneten, az az én itt megkapható amerikai termékeknek az áraival, hát bizony nem azonos, hanem jóval magasabbak a magyar holmik. Na miért érdekes ez? Az azért érdekes, mert hogyha belegondoltok, hát ugye nyilvánvaló, akkor az ilyen termékek, ezek az ilyen táplálék kiegészítők, ugye, hogy mondani szokták, ezek azoknak való, akiknek sok a pénze, vagy több pénze van, és hát meg tudja engedni magának. Most ez lehetett az ötlet alapja, amikor ezek a jó emberek nekiálltak ennek a csalásnak, hogy hát vigyük be a tömegeket, hozzuk be a kevésbé anyagilag elengedett embereket is, tehát akik ugyan lehet, hogy szeretnének egészségesebben élni, meg ilyen izékat szedni, de nincs meg rá a megfelelő pénzük. Tehát miért kezdték el ezek a csalók ezt a trükköt? Nem ezek a csalók, ezt csak megmutattam, hogy majd utána tudjak hivatkozni rá, hogy így néz ki
öt különböző dobozból kivett, öt különböző kapszula és tablettet. Tehát ez lényeges. Ezt nagyon lényeges tudni. Tehát, azt csinálják, hogy baromi olcsó áron, tehát a táplálékkiegészítők normál árhoz képest baromi olcsó áron nyomatják a kis portékájukat. De mindent ilyen max. $2 vagy még annyi se az ára. Tehát egyrészt van egy ilyen olcsó ár, amivel beindulnak, hogy megcélozzák azt a vevőkört, aki eddig ilyenekre nem költött. És utána egy ilyen egyen árut árulnak nekik millió egyfajta termék, gyönyörű külső csomagolás, szépen meg van tervezve, angolul van, Kínában gyártódik természetesen, ahol máshol. És már nem csak egy ilyen cég van, hanem megfigyeltem itt az online kis piactéren, amit használok, amit úgy hívnak, hogy Lazada. Nem tudom, hallottatok-e róla, mindegy, mert megmutatom mindjárt. És itt pedig azt lehet látni, hogy most már szaporodnak el, tehát nem csak egy van. Tehát mit csinál? Azt csinálja a madár, hogy egy üvegbe egyfajta kapszulát, ezt a fajta kapszulát, ezt a kis átlátszós ízét, amiben ilyen olajat szoktak tölteni, ez a zselés kapszula, mind be az van. Mindegyikbe azt tesznek egyforma méretűt, és teljesen mindegy, mi van ráírva ide a címkére, hogy ez most 1000 mg-os, vagy 50 mg-os, vagy 500 mg-os, az rá van írva, a kapszula mérete az mindig ugyanaz. És erre nem jönnek rá az emberek. Na mindjárt mutatom részletesen. Tehát itt most látunk egy magnézium glicinát kapszulát, amit itt árulnak. Lehet látni, hogy 27 ezer akármi az ára, hát ez kevesebb, mint $2, 400 mg, és amire felhívnám a figyelmet az az, hogy itt vannak ezek a szép átlátszó zselés kapszulák, lágy kapszulák, amelyek hát jellemzően olyan termékeknél fordulnak elő, amelyek olajat tartalmaznak, vagy valamilyen folyadékot tartalmaznak. Ami még érdekes, hogy itt fel van sorolva az összes olyan kulcsszó, amire az emberek beszoktak kattanni, mint például az, hogy nincs benne GMO, szójamentes, vegánbarát, egy ilyen kis nyuszi sziluettel, magas potenciájú, teljesen természetes, tejmentes, gluténmentes, tehát ezek az ilyen trigger szavak, ezek az ilyen kulcsszavak, amire ugranak az emberek, hogy hú, ez akkor biztos jó. Ugye? Tehát ezt lehet itt látni ezen az első képen, és ez az All I Wise, ez tipikusan azt mutatja, hogy valami kínai portékáról van szó, mert azok szoktak ilyen nagyon hülye angol neveket adni, hogy minden én bölcs, ugye? Ez ennek a lefordítása, hát ez semmit nem jelent, tehát még csak nem is vicces. Na mindegy, nézzük tovább, hogy mi van még itt nekik. Azt mondja, hogy hát ugyanez ez a termék, a következő kép, amin azt lehet látni, hogy mi minden tud ez a holmi, ugye kelált magnézium glicinát, tehát erről a legtöbb ember ugye nem tudja, hogy miről van szó, nem baj, 400 mg per adag, nyugalmat és jó alvást biztosít, stresszmentességet biztosít, ehhez odaírták ezeket a valami csillagocskákat, azt nem tudom mit jelent, mert ezt persze elfelejtették a magyarázatba leírni, mindegy, és támogatni tudja az izom és a ideg rendszeri egészséget. Jó, hát ezek ilyen mesék, de az szépen úgy ez le van írva, még viszonylag elfogadható angolul van, tehát ez olyan, aki úgy ránéz és nem ért hozzá, azt mondja, hú, ez igen, ez biztos jó. Nézzük, mi van még itt, a következő, ugye ez most 400 mg-ot jelent, egy másik termék meg majd nem 400 mg-ot, hanem jóval többet, vagy kevesebbet fog mutatni. Itt még annyit lehet erről a termékről látni, hogy ahogy azt kell, így Amerikában, ahogy azt szokták, hát fölteszi ugye supplement facts, tehát hogy mik az összetevők, és hát kiderül, hogy még vitamin B6 is van benne, a napi adag 1765%, hogy ez miért jó, nem tudom, és aztán még van benne D-vitamin is,
ami a 25, tehát 1000 egység, ez sehol máshova nincs fölírva, csak ide. Ez nagyon érdekes, hogy ezt még így pluszba betették, mert mi van akkor, hogyha valaki még nyom ezen kívül külön D-vitamint, de ez csak erről az apró betűről derül ki. Elég érdekes húzás. Na nézzük tovább. A következő tettes a D3 plusz K2 kapszula. Figyeljük meg, hogy pontosan ugyanaz a kép, mint az előző volt, tehát ugyanolyan flakonban van, ugyanaz a sárgás színű átlátszó kis kerekded ovális kapszuláról van szó, tehát ugyanaz a zselés kapszula, de most már D3 és K2. Na most a D3 ugyanilyen, ez egy zsírban oldódó vitamin, ezt még csak el tudom fogadni, hogy ilyen zselés kapszulába teszik, hiszen az egy folyadék, tehát a soft géleket erre használják. Na most ebbe van ugye D3 5000 egység, ami hát pár milligram, meg 200 mikrogram K2, de ez ugyanakkor a kapszulában van, mint az előbb látott 400 milligrammos, mi a neve, magnézium glicinát kapszula. Tehát ez már eleve furcsa, de mondom, ugyanaz a flakonja is, meg ugyanaz a kapszula is. Tehát valami nem stimmel. Hogy lehet már minden ugyanakkor a méretű kapszulába, ilyen áttetsző kapszulába, ráadásul ez a magnézium glicinát az egyáltalán nem ilyen zsírban oldódó vagy folyékony anyag, hanem ez egy por, ami nekem van, amit mutattam az elején, abban egy por van, és nem egy ilyen valami, tehát most ezt nekem fogja kínai bemagyarázni, hogy ezt feloldotta, és most azért ilyen. Ezt lehet látni, hogy ennek is az ára egy ilyen 27 000 rupia, ami mondom megint $2 alatti összeg, ami rettentő olcsó ahhoz képest, mint amiben az ilyen hasonló termékek kerülnek, mert azok több 100 000 rupia. Tehát itt most a $2-ról beszélünk, akkor ennek a 10-szerese egy normál, elfogadható márkától származó terméknél. Tehát itt a tizedáron árulják, és nyilván ezzel akarják megfogni a kedves vevőt, hát ebből el is adtak itt 412 darabot már eddig, ahogy lehet látni. Oké, na most nézzük meg, chondroitin kapszula, tök ugyanaz a felvétel, tök ugyanaz a kapszula, csak másik címke van ráírva, vagy ráragasztva, chondroitin, hát az se egy ilyen olajos kapszula valami. Nézzük tovább, mit tudunk még megitten. Igen, chondroitin kapszula, azt mondja, hogy tehát az, hogy a chondroitin mire való, azt helyesen írja le, tehát, hogy ezt a támogatja az izületek mozgását, meg tudom én, a térdre, a hátra, és a csont merevségre, hát a csont merevség az egy hülyeség, mert nyilvánvalóan a csont az merev, hanem az izületi merevséget gondolták, de hát jó, kínaiak, hát nem tudnak úgy angolul, mindegy. Oké, tehát itt van a két vidám futó, aki nyilván azért tud futni még a mai napig is, mert ezt szedték be. Menjünk tovább. Mi van még itt? Hatalmas árukészlettel rendelkeznek különféle portékák. Itt például kálciumcitrát, magnézium és cink van ugyanabba a kis sárga softgel kapszulákba beleerőltetve. Az ár szinte ugyanaz, nem 27 000, 28 000 rupia, teljesen mindegy, mert ez egy alacsony ár. Még mindig nem éri el, mert a $2 az olyan 30-31 000, attól függ, hogy épp hogy váltják aznap. Tehát ez még mindig nem éri el a $2 szintet, annyira meg lehet kapni, és hát azért meg lehet nézni, 60 kapszula van benne, kérem. Tehát itt ez minimum egy hónapra elég, ugye? Mert akkor kettőt kell ebből bevenni, tegyük fel, akkor kiváló. Yeah. Tehát ez már eleve az ára, ez már azt mondja, hogy na jó, ez felejtős, ez talán inkább ne. Na most, de ha megnézzük, ez a kamu leárazás is itt, vagy 66%-kal olcsóbb most, mert most promóció van, meg tudom én, augusztus 8-át, már rég túl vagyunk azon, de mindegy, tehát az az ár is nevetséges, mert ez meg akkor most tegyük fel, hogy volt $4, vagy valami ilyesmi $5, teljesen mindegy, azért se kapsz, nem kapsz $5-ért egy hónapra való
táplálék kiegészítőt, semmilyen fajtát, de aztán ebben van minden, kálciumcitrát, magnézium és cink, D-vitaminnal. Hát ez is még nagyon jó, de legalább ráírták, hogy D-vitamin van benne, az már egy haladás. Na, aztán van itt egy olyan csoda, hogy fehérítő kapszula, fehérít ebbe is 60 darab van, ugyanaz a kapszula, lehet látni a színét, a formáját, na, menjünk tovább, van itt quercetin soft gel, bromelainnal, meg még C-vitamin is van benne, még cink is van benne, és továbbra is ez a sárga olajos kapszula soft gel a kiszerelés. Na jó, nézzük tovább. Ó, azt mondja, hát ez pedig ugye az alma ecet. 450 mg alma ecet van a kapszulában, extra erősség. A kapszula méret ugyanaz, csak ugye át van dizájnolva a címke rajta. 60 kapszula van ebbe is, tehát nyilvánvaló, hogy teljesen ugyanaz az üvegje is, meg a kapszula is, 60 darab, jó. Nézzük tovább, mi minden van még itt. Hú, van L-glutation kapszula is, 1800 mg, ugyanaz a kapszula, ugyanaz a flakon, 60 kapszula van benne, és most már 1800 mg. Most a milligram az milligram, tehát ott nincs mese, ugye, hogy annak be kell férnie. Tehát ez egy jó nehéz kapszula lett, mert ez, hát ugye hát azért, ugye 1000 mg az 1 gram, ez majdnem 2 grammos kell, hogy legyen egy ilyen. Hát lehetetlen egy ilyen pici kis kapszulát. Nekem mutattam az NAC-mat, ugye az 1000 mg, az akkora ló tabletta, hogy még. Na most ez megint, hogy ez miért ilyen folyékonynak kinéző valamiben van. Mindegy, az a lényeg, hogy GMO free, mert az ad el, nyilván. Aztán van itt egy ilyen csoda dolog, szacsa incsi olaj, 600 mg, most 600 mg ficcent be, ami ugye az egyharmada annak, amit az imént láttunk, 1800 mg-os súlyban. Na, ez pedig, hát ez nem tudom mire való egyébként, valami, hát ez javítja a bőrt meg a hajat, ki tudja mi ez. Egy a lényeg, ugyanaz a kapszula, ugyanaz a flakon, más felcímkézéssel. Na nézzük meg, mivel akarnak még itt átvenni, van itt maca, ugye, ez 60 kapszula maca, azt már nem is így, ja, ez 1500 mg. Na, tehát akkor 1500 belefért itt most meg ebbe, hogy ez a maca, ez most por alakba érkezik normálisan, vagy mibe, azt én nem tudom megmondani, mert nem szedtem sose ilyet, de hát mindegy, ezt is ugyanabba a kapszulába belebírják rakni. Igen, na most, ami az érdekes lehetett, persze, hogy mondhatja valaki, hogy jó, hát ezek csak ilyen reklámképek, de a valós termék az nem ugyanolyan, vagy nem ugyanaz. Ezért aztán letöltöttem olyan fotókat, amelyet a vásárló csinált, és a visszajelzésébe beletettem, mert itt van olyan is, tehát ilyen képpel is vissza lehet válaszolni, és akkor van itt egy ilyen a D3K2-ről, ami szépen látszik, hogy a megérkezett termék az ugyanazt a sárga kapszulát tartalmazza, mint amit a reklámfotó, tehát azt lehet mondani, hogy azt kapja a kuncsaft, amit a eredeti képen lát, csak azt nem lehet tudni, hogy mi van a kapszulában, és ez a lényeg. De nézzük meg a következőt, van itt ilyen glutation kapszula, ugyanaz a sárga kapszula látszik itt az embernek a kezében, a glutation kapszula esetében is, ami ugye, mint láttuk, 1800 mg-os. Aztán mi van még itt? Igen. Itt ez egy másik szögből ugyanaz, tehát gyönyörű szépen itt ilyen mifele QR kódoktól kezdve minden van rá ragasztva, tehát ilyen nagyon hivatalosnak néz ki az egész, de az jól látszik, hogy ugyanazok a kis sárgás kapszulák vannak elhelyezve az üvegben, mint bármelyik másikban. Aztán hát legalább egyet megvesz, már az is valami, nem? Ez azért, ne felejtsük, ez egy 270 milliós lakosságú ország, ahol a lakosság túlnyomó többsége nem gazdag. Tehát egy $2 cuccból, tudom én, csak egy töredékük vesz. Ez egy nagyon jó bevételt az ennek a cégnek. Nos, tehát mit láthattunk ezekből a képekből? Azt láthattuk, hogy először is soft gel kapszulákat árulnak, aminek az elsődleges felhasználása folyadékoknak az árusítása, tehát folyadék van benne belül, vagy olaj, vagy esetleg vízoldékony anyag.
Márpedig, amiket itt felsoroltam, azok közül egyáltalán nem mindegyik vízoldékony, nem kell, hogy vízoldékony legyen. A D-vitamin, az olajos, az rendben van, de az összes többinél az, hogy egy ilyen átlátszó, áttetsző, vízszerű valami folyadék van ezekben a kapszulákban, ez egyáltalán nem indokolt, ezek az anyagok nem feltétlenül néznek úgy ki, kondroitin és mi egyéb, tehát valami nem stimmel ezzel. Aztán azzal se stimmel valami, hogy ugyanaz a méretű kis kapszula, az egyik alkalommal pár milligram anyagot hordoz magában, másik alkalommal meg 1800 milligrammot. Ugye, mutattam, hogy az én kapszulám, bocsánat, az én tablettám, az NAC, az mekkora nagy ló tabletta, megint kivetek egyet megmutatni, tehát itt vanni. Ez egy szép nagy tabletta, és ez csak 1000 milligram. Tehát kétszer ekkora az 1800 milligram normálisan, hát abba a pici kapszulába nem hinném, hogy ez beleférne. Tehát mit lehet ebből levonni? Nagyon gyanús kezd lenni, hogy itt nem az van ezekben a kapszulákban, mint amit mondanak, hanem valami más. Ezek a készítmények filléres áron árusítva nagy valószínűséggel semmi más nem tartalmaznak, mint egy sima étolajat. Tehát szó nincsen arra, hogy a különböző mennyiségű meg hatóanyagú dolgok benne lennének ezekbe a kapszulákba, csinálnak különböző fajta matricákat ugyanarra az üvegcsére, ráragasztják, és már is az a termék, és ugyanazt az étolajtartalmú, teljesen hatástalan kapszulát árulják más nevek alatt, és ezzel verik át az embereket, de jó nagyon. Na most nyilvánvaló, hogy van egy másik ilyen problematikája ezeknek a táplálékkiegészítőknek, nevezetesen azt, hogy minimális eseteket leszámítva ezeknek a táplálékkiegészítőknek nincs erős hatása, nincs azonnal érezhető hatása. Tehát beveszi valaki, és jó, bevettem, és akkor most javulok, biztos jobban vagyok, ugye? Ez körülbelül így működik. Na most nyilván erre is utaznak ezek, hiszen nem egy olyan hatása van ennek, mint mondjuk egy mindegy erős hatású gyógyszernek, mondjuk vénásan beadni, és akkor egyből érzi az illető, hogy valami történt. Tehát az alacsony ár az pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag kifizeti a beteg a csomagolást, egy ilyen műanyag valamit. Ezt figyel, itt van egy ilyen csicsaknak hívják, ez az a pici gekko, ez valahogy el van bújva, és itt most magyaráz. Na jó, mindegy. Tehát kifizet egy ilyen flakont, meg a grafikát, amit ráragasztanak, meg egy csomó üres kapszulát, illetve hát olyan kapszulát, amivel mondjuk van étolaj, vagy a legolcsóbb akármi. Ugye ilyeneket nagyba lehet rendelni, Kínába, főleg meg Indiába is. Megrendeli az illető a kapszulát, tonnaszám, és minden üvegbe azt raknak. Ugye, és hát az üzlet meg arról szól, hogy kifizettetik az illetővel ezt a minimál költséget, amiben a csomagolóanyag meg az üres kapszula kerül, plusz ráteszik a hasznukat, és ez még mindig megoldható $2 alatt, mert ugye gondolom nincs közvetítő, online árulnak, üzletet nem kell fenntartani, tehát ezen is tudnak fogni, pláne egy olyan piacon, ahol az ilyen olcsó áru vackokat jó sok embernek el lehet adni, mint mondtam, Indonéziának a lakossága 270 millió, ha ebből csak egy kis része veszi meg ezeket a nevetséges dolgokat, akkor is hatalmas profitot tudnak eltenni. Hát nem tudom, hogy Magyarországra ez már megérkezette, ha valaki tud ilyenről, akkor írja meg kommentben, vagy majd meg fog érkezni. A kapszulárosok egyéb üzelmeiről majd egy másik alkalommal fogok beszélni. Addig is mindenkinek jó éjszakát kívánok. Sziasztok!